Hát sziasztok, hogy mindenkinek, ez megint egy unboxing videó lesz, és ráadásul még érdekes, hogy ez az a csomag, amiért be kellett menjek a postára, azért mert a postásnak meghaladta a képességét azt, hogy a munkahelyi címre kihozza. Mert azt mondja, hogy zárt kapu és nem tud bejönni, igaz, hogy van rajta csengő is, tehát azt, hogy meg lehet nyomni a csengőt, mert még van, mert még itt. Egyébként itt van a telefonszámom is rajta, amit még jól esetíroztam, de itt van. Tehát nyugodtan akár fel is hívhatott volna, és akkor lemegyek érte. Vagy becsöketett volna, és akkor a portásnak megmondja, hogy engem keres, akkor is lehívott volna. De ott van rajta az e-mail cím, és azon is hívhatott volna, de ez a kedves, ez a 5. kerületi postásnak, ez meghaladta a képességeit. Úgyhogy egyébként meg ugye itt van, hogy és ráadásul nem is fizetős csomag volt, tehát gyakorlatilag csak be kellett volna adja, mert nem tudom, ott látszik, igen, hogy a fizetendő az 0 forint, tehát hogy nem kellett volna érte semmit fizetni, de kihozni persze az nem megy, és ugye ott, tehát egy e-mail cím is rajta volt, meg a telefonszámom is rajta volt, de azt már ugye minek, tehát felhívni egy telefonszámot, az meghaladta a képességeit, meg becsöngetni egy zárt kapunál, az is. Mindegy, is sok is ki, ebben elvileg egy ezért vitamincsomag van. Minden rendőletem ráadásul. Ez elvileg az lett volna, hogy érte se kell menni, kihozzák ingyen, és még olcsóbb is, mint a többi. Hát ez vitamin királytól még korábban vásárolt, amikor még volt boltjuk itt Pesten, most már nincsen. De ugye lehet a legolcsóbban C-vitamint, meg multivitamint venni. Nem, de ingyen is tudatom, hogy mik vannak benne. Hát ez nem lesz csak a számra, ez most nem érdekes. Hanem, ugye, ez ami az érdekes, ezért vettem, 400-ban a maszkolt műsorban, ez egy sima C-vitamin, de így tablettában mondjuk egy ilyen 100 darabos, vagy még annyi sem szerintem 60 darabos így kiszerelés kerül ilyen 2000 körül, ez meg a 1000 valamennyi volt, és ez 400-ban, addig azt, hogy ez por nem tabletta, de egyébként ennyi az egész, hogy nem nézzük, csak is sok ki. Most ezt most jobban nem írtam ki, de egyébként ebben egy sima port van, ami az korban is ugyanaz, mint a C-vitamin, és vízben oldódik, tehát még hideg vízbe kell elkeverni. És hát ez az, hogy sokkal olcsóbb, mint a tablettába szedni az ember, és ilyenkor télen azért nem áll, némi vitamin utánpótlás, és amiért nem vettem, illetve mostanában nem vettem, ez ilyen multivitamin csomag, mindjárt itt van ráírva, hogy mi van benne, de sére nézzétek meg. Hogyha nagyon kíváncsi valaki, akkor ezt a képet mentse le és olvasgasson. Egyébként nagyjából ugye elmondom, hogy van benne 1000 mg C-vitamin, csipke vagyunk van, meg egy B-komplex van benne, amiben különböző B-vitaminok vannak, ami azért ilyenkor télen hasznos lehet, meg AD, meg E-vitamin is van benne. De gyakorlatilag az a naponta beveszel egyet, aztán kisebb valószínűséggel leszel betegtől, de egyébként szólalapok meg ilyenek vannak, hogy nagy dózisú, nagyfénymentes napokra D-vitaminos, meg ez a máj vélek telenítéséhez járul hozzá, tudom én, és nem biztos, hogy én ilyeneket én fogok venni. Na ez mi? D-vitamin. Ezt konkrétan meg se rendeltem, de ez szerint a szalándékba adják. Ilyen eperízű vacak, hát kipróbáljuk maximum, hát ha már van napi adag egy rágó tablet, és ebben van hát. Ezt valószínűleg egy ajándékba küldték, mert én ilyet nem rendeltem. De hát se baj. D-vitamin most egyébként az egyéb az. Egyébként sem állt, mert ugye most azért kevés a napfény. Mint aki lehet ezt a szartalajban, talán nem belegyógyult. Ha már küldték, akkor miért ne postoljuk is meg. Jó kis eper íze van. Jó, na, lett, hogy van még egy ilyen csomagot az viszont be kellett venni a postára, mert ez az itthoni címen lejött. Nem mutatom meg, de egyébként ott van. Ez tuti valami eBay-es, mert Kínából jött, úgyhogy hogy pontosan mi, azt nem tudom, mert mindjárt kiderül, hogyha kinyitom. Szerintem ez a mini tripod.
lesz. Bizony. Aha, ez ennyi. Na, nézzétek csak. Aha, ez a... Nem, na végre megérkezett, ez el már nagyon vártam. Egy kis mini állvány. És ebbe tudod vágni, táskába is elfér, és hát, yeah. Fényképezőgépet, telefont is rárakhatod, sőt igazából miért is vettem, mert ugye megmutatom. Van hozzá egy ilyen is. Ez elvileg, az ilyen kihúzható. Mindjárt megnézzük, hogy a telefont rá lehet-e tenni. De elvileg ez így működne, hogy így fog, oda leteszem a telefont, ez megtartja. Ilyen valahogy így. Így ez megtartja. És akkor ezt így ráteszed. És tökéletes, és akkor... És akkor előre lehet vele mindent rögzíteni. Hoppá. Jobban rá kell csavarni, és akkor ez így rajta is tudunk adni. Mondjuk valahogy így. És akkor szépen ezt így szétnyitod, és három lábú tripod. És tökéletesen lehet vele videózni. Mondjuk így. Szóval az ablakból is kirakhatnám, és akkor így az élő közvetítés mehetne. Hát ez arra jó, hogy ezt tényleg ezt így zsebre vágod, táskába belakod, és mindig kéznél van. Tehát mindig van egy állványod kézni, és elbírja a fényképezőgépet is. Így erre rá tudom tenni a kamerát is. Úgyhogy ezt már nagyon vártam, mert körülbelül egy hónapja, vagy másik hónapja rendeltem meg, úgyhogy végre megérkezett. Nagyon jó. Úgyhogy akkor most írtam, ennyi lett volna a unboxing videó. Mert megmutogattam, hogy mik érkeztek meg. Telefon az most nem kell. Elköztük. Jó. Hát akkor ennyi lett volna ezzel. Ezt majd még biztos fogom használni videókészítésre, nem is egyszer. Ezért nagyon hasznos. Hát a multivitamin meg majd beváljuk, hát majd kiderül, mennyire válik be. Ezt a fajtát mondom, mert mostanában egyébként nagyon multivitamin se ettem, mert ilyen podgyel nem kellett mostanában, mert téren azért nem állt. Ez hasznos, főleg most így influenza, meg egyéb szezonokban. Hogyha hogy a betegség nélkül, vagy komolyabb betegség nélkül megúszom a telet, akkor már megérte. Mert volt, ami 6000 valahány száz forint egy ilyen 30 napos adag most. Én még szoktam azt is csinálni, amikor vettem még különböző fajtákat, ilyen vitakingeset is vettem már, meg lenkeiset is, mikor éppen milyen volt, hogy egyébként minket így néz ki egy csomag, hogy és elvileg ebből naponta kéne egyet megenni, de hát volt, amikor ugye megtettem egy havi adagot, és még két hónap, vagy két és fél hónap alatt tettem meg, és azért úgy is használt, és lehet vele spórolni. Úgyhogy végül is így is megérte. Na jó, hát akkor ez... És ennyi lett volna ez a kis ötönzött videó, sziasztok!